Orbán Viktor miniszterelnök 2020. március 13-án jelentette be, hogy új digitális munkarend lép életbe az iskolákban. Március 16-ától iskolán kívüli digitális munkarendet vezet be a kormány. Azaz az intézmények jelenlegi formájukban nem működnek tovább, a rendelet visszavonásáig bezárnak. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Szabó Zoltánné Gerencsér Ilonát, iskolaigazgatót. Jó estét kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a Szárszó TV nézőit. Meg szeretném kérdezni, hogy mik voltak az első intézkedések az iskolában? Hát a március 13-án történő miniszterelnöki bejelentés előtti héten mi már nagyon-nagyon sok mindent tettünk annak érdekében, hogy óvjuk gyermekeinknek és az iskolában dolgozó kollégáknak az egészségét. Ezen a héten, a hétfői napon már kikerült egy tábla a bejárati ajtóra, hogy arra kérjük a szülőket, hogy gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérjék, illetve délután, amikor érkeznek a gyerekekért, akkor ott csengetnek, és ügyeletes gyerekeket ültettünk oda, akik aztán szóltak az érintett gyermeknek, és úgy hagyta el az épületet. Igyekeztünk ezen a héten már a lehető legkevesebb ajtót nyitva hagyni, hogy minél kevesebb helyen tudjanak hozzánk szülők, érdeklődők, látogatók, bárki, települési lakó, dolgozó vagy kívülálló betérni. Már az ezt megelőző héten a mosdóhelyiségekben, minden mosdónkban, emeleten, földszinten, tornateremnél olyan szappanok kerültek ki, ami fertőtlenítő hatású szappanok kerültek ki. Nagyon odafigyeltek a takarító kollégák arra, hogy a gyerekek megérkezése után reggel minden kilincset, korlátot fertőtlenítsenek. Ez a fertőtlenítés aztán a nap során még több alkalommal megtörtént, és természetesen megtörtént a nap végén is. A tankerület támogatásával, a tankerülettől kaptunk egy szenzomotoros fertőtlenítőt, amit szintén kihelyeztünk a bejárathoz, és ez is már a bejelentést megelőző héten megtörtént, hogy az iskolába érkező gyermekek rögtön tudták fertőtleníteni a kezüket, aztán napközben ezt többször megtenni, illetve a távozáskor is. Szerencsére még abban az időben kaptuk az ehhez való fertőtlenítőt, amikor még volt elegendő mennyiség, tudtuk is pótolni, ez elemmel működő volt, úgyhogy a gyerekekhez odaálltunk reggel, amikor érkeztek, hogy ezt valóban használják. Odafigyeltünk arra, hogy ez nem a kézmosást helyettesíti, tehát hogy mossanak kezet. Kikerültek olyan táblák a mosdókhoz, a bejárati ajtóhoz, hogy mit is jelent az alapos kézmosás. Az iskolának a honlapján, illetve van Facebook oldala is a Szárszós Sulinak, kikerült egy olyan tájékoztató, amiben benne volt, hogy a szülők csak egészséges gyereket küldjenek iskolába. A gyerekek rendelkezzenek megfelelő mennyiségű papír zsebkendővel. Tehát felhívtuk őket arra, hogy az otthoni higiéniai elvárásokat is egy picit tegyék még fontosabbá. Vasalják a gyerekek ruháit, hiszen a vasalás egy fertőtlenítő, egy csirátlanító tennivaló is. Úgyhogy amikor pénteken este 21 óra 15 perckor a miniszterelnök úrnak a bejelentése megtörtént, akkor mi úgy gondoltuk, hogy valamilyen szinten már felkészítettük a gyerekeinket legalábbis arra, hogy oda kell önmagukra figyelni. A bejelentésben elhangzott, hogy ehhez a bejelentéshez majd jönnek a konkrét rendeletek, és azzal töltöttem én magam is, és azt gondolom a kollégáim is a szombatot, hogy figyeltük a híreket, figyeltük a tévét, figyeltük a híradót, figyeltük éppen a Facebook oldalt, ahol szintén nagyon sokféle csatornán jelentek meg hírek, hogy mikor jön az a rendelet, hogy melyek a konkrét tennivalóink. Hát ez a konkrét tennivaló szombaton éjszaka 23 óra után érkezett meg nekünk a tankerületből, viszont már napközben azért a kollégákkal én is felvettem a kapcsolatot, hogy ne aggódjanak, mihelyt bármi pontosat, konkrét tennivalót tudni fogunk, akkor mindenkit értesítünk erről. Nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ezek a délelőtt során több telefont kaptam. Telefont kaptam a szülői szervezettől. Rám írtak a Messengeren a szárszói civil szervezetek. Telefont kaptam többek között a Szárszó TV-től is, hogy ha bármi segítségre szükségünk van a digitális munkarend kialakítása érdekében, akkor ott vannak, ott állnak mellettünk, ott vannak mögöttünk. Ami nagyon-nagyon jó érzés volt, mert úgy láttam, úgy gondoltam, hogy amit eddig is tapasztalt az ember Balatonszárszón, hogy ott vannak az iskola mögött, és fontos nekik az, hogy az iskolai munka tovább folytatódjon.
mindannyian megértettük azt, és tisztában voltunk azzal, hogy ahhoz, hogy a tanévünk érvényes legyen, hogy ezt a tanévet ne kelljen megismételni, át kell állnunk, nem azon kell hezitálnunk, hogy miért is van így, hanem azt kell keresnünk, a megoldást kell keresnünk. Na most a szombat esti igazgató asszonyi tájékoztató után én vasárnap reggel igyekeztem az ő általa adott tájékoztatóból megfogalmazni egy olyat, amit a kollégáim a Facebook zárt csoportjukban, minden osztályunknak van zárt csoportja, közé tud tenni, illetve kaptak a kollégák külön is információt. Nagyon nagy szerencsém van, hogy egy fantasztikus iskolatitkár van mögöttem, mellettem, aki itt lakik Balatonszárszon, és amikor én őt megkerestem azzal, hogy bemegye az iskolába, és az aktív pedagógusainknak ezt az információt elküldi, akkor ő erre készséggel vállalkozott, és meg is tette, úgyhogy a délelőtt során már megkapták a kollégák, hogy mi legyen az, amit a gyerekekkel közölnek. A helyettes kollégám ugyanezt kitette az iskolának a honlapjára, tehát a szülők tájékozódni tudtak arról, hogy 16-ától gyereknek oktatás-nevelés céljából az iskolába bejönni, belépni tilos. Azok a szülők, akik a járvány elhárításában tevékenykednek, olyan feladatuk van, az ő gyermekeiknek az egyéni kiscsoportos felügyeletét megszervezi az iskola, ugyanakkor arra is felhívtuk a figyelmüket, hogy a kiscsoportos együttlét is veszélyesebb, mint az, ha otthon maradnak a gyermekkel. Ugyanakkor arra kértem a kollégáimat, hogy hétfőn reggel 7 óra 30-ra gyűjjünk össze, tartsunk egy értekezletet, amikor megbeszéljük a tennivalókat, és eddig az időpontig kértem azt a kollégákat, hogy gyűjtsék össze azoknak a gyerekeknek a névsorát, osztályonként, évfolyamonként, akiknél már tudva levő volt, hogy ez a digitális oktatás akadályozott lesz. Úgyhogy ezek voltak az első tennivalóink, aztán hétfőn elkövetkezett ez a 7:30-as értekezlet, amikor már tudtam azt, hogy az elmúlt hétre egyetlen tanítványunk sem igényelte, illetve egyik tanítványunk szülője sem igényelte azt, hogy kis csoportban felügyeljünk a gyerekekre, bár ugye a szülői szervezet, a családosok szervezete pont ezt ajánlotta fel, hogy ebben ők segítségünkre van, de nagy örömünkre szolgált, hogy a szülők úgy látták, hogy ezt meg tudják oldani, illetve megkaptam azoknak a gyerekeknek a névsorát, akiknek nem tudjuk digitálisan, nem tudjuk interneten vagy online módon az oktatását megoldani. Az első teendőink ugye az voltak, én is ugye tájékozottam, segítséget kapva ahhoz, hogy mit is kell tenni ilyen helyzetbe, és ezt beszéltük meg, hogy az első az, hogy összegyűjtsük a gyerekeknek, a szülőknek az elérhetőségét. Aztán utána ugye kialakítsunk egy munkarendet, hogy minden gyerek tisztában legyen azzal, hogy ez nem egy szünet, ez nem egy tanítási szünet, ezt ne arra használják, hogy nagyon fontos az, hogy a gyereknek rendje legyen, munkarendje legyen, tehát ne folyjon szét. Megbeszéltük a hétvégén minden kollégám tájékozódott arról, hogy milyen platform az, amin keresztül meg tudjuk oldani ezt az oktatást, és ennek eredményeképpen próbáltunk egy konszenzusra jutni, hogy tényleg mindenkinek mi lenne a legjobb. Úgyhogy ezek voltak a mi első tennivalónk, ami azt gondolom, hogy nem volt kevés, de minden kollégám nagyon higgadtan, türelemmel és segítőkészen állt a feladatokhoz. És akkor a legtöbben rendelkeznek is a digitális átálláshoz és az otthoni oktatáshoz szükséges eszközökkel? Hát 15 olyan tanítványunk van, aki nem rendelkezik ezzel, ugye ezt már akkor megtudtuk. Ennek eredményeképpen ugye a kollégáim elkezdték interneten, nem csak a saját csoportjukba, ugye azért ezt meg kellett szervezni, hogy a kollégáim több évfolyamon is tanítanak. Azt tette meg, minden osztálynak van egy Facebook zárt csoportja, hogy a különböző szakos kollégák az osztályfőnöknek elküldték az anyagokat. Van, aki, hát igazából amit választottak a kollégáim, ez a Google Classroom platformot választották, hogy ezen keresztül fogják a tananyagot küldeni a gyerekeknek. De megbeszéltük azt is a hétfő reggeli beszélgetéskor, egyeztetéskor, hogy mindenképpen határidőt szabunk ahhoz, hogy egy-egy feladatot meddig kell a gyerekeknek megoldani. Alkalmazkodunk a gyerekeknek az órarendjéhez. Tehát azon a napon, hogy ne kapjon tömegével, hogy ne kapjon egy heti minden, tehát 25 órára, vagy éppen 30 órára való anyagot, és akkor a kollégáim ezt úgy oldották meg, hogy azokat a gyerekeket, akiket tanítottak, azoknak megcsinálták ezt a digitális osztálytermet, de azért elküldték az óraanyagokat az osztályfőnököknek is,
illetve nekünk az iskolába és a titkárságra, ami alapján ugye mi összeállítottuk akkor a tananyagokat, kinyomtattuk, fénymásoltunk, sokszorosítottunk, és ezt követően az iskolatitkár és a karbantartó kollégám széthordta ezeknek a gyerekeknek. Ezzel egy időben kitettük, mert ebben is megegyeztünk a kollégákkal az iskola honlapjára, a Facebook oldalunkra, a kollégák a saját csoportjaikba is, hogy az, akinek tankönyve, munkafüzete vagy bármi olyan felszerelése maradt az iskolában, amire szüksége van a zavartalan oktatáshoz, hogy akkor azt következő nap kedden 8-tól 16 óráig be lehet jönni érte az épületbe, mert ott vagyunk. Egyébként is az a feladatunk nekünk vezetőknek, hogy az iskola minden nap 8-tól 16:30-ig nyitva van, tehát felváltva, hol a vezetőhelyettes kollégám, hol én vagyunk bent az iskolákban, mert vannak olyan teendőink, olyan határidős teendőink, amit végezni kell ennek a járványveszélynek az ellenére, és ezeknek próbálunk is eleget tenni. Jött ugye a következő feladatunk, hogy azért vannak hitoktatóink, akik nem a Klebersberg központtal és nem a Siófoki Tankereti Központtal állnak munkaviszonyba, hogy ők vállalják-e ezt a munkavégzést. A hétvégén mindenki lenyilatkozta, hogy mind a három történelmi vallás, aki jelen van nálunk, református, katolikus, evangélikus, mindegyiknek a hitoktatói vállalták. Azoknak a gyerekeknek, akiknek van digit internetjük, őnekik már küldték úgy a feladatokat, a többieknek pedig mi fogjuk szintén az ő feladataikat is eljutatni papír alapon. Úgyhogy ezt is megtettük mindannyian már, hogy az ő nyilatkozataikat is begyűjtöttük. És megkérdezném, biztos sokakat érdekel, mi a helyzet a házi feladattal? Ellenőrzik? Van ilyenkor egyáltalán házi feladatosztás? Igen, természetesen van házi feladatosztás. Nekünk az adminisztrációt attól függetlenül, hogy nem a kréta felületet választották a kollégáim, mert azt is lehetett volna. Meg is tekintettük, talán szerdán délután 2 órakor volt egy tájékoztató, hogy hogyan lehet a kréta felületet erre a digitális oktatásra használni. Vannak benne fennakadások, mert a kréta felület nem erre készült igazán, oda nem lehet csatolt fájlt feltölteni, tehát ha a kollégám készít egy feladatlapot, azt nem tudja oda feltölteni, viszont a tananyagot oda kell feltölteni mindenképpen, úgyhogy vezetjük az elnaplót, beírják a krétába a kollégáim a tananyagot, oda beírják a házi feladatot is, annak érdekében, hogy a gyermek, a tanuló bármikor vissza tudja nézni azt, hogy mi volt neki a feladat, és ahogy már említettem is, hogy a határidőt szabtunk a munkák elvégzésére, és ugyanígy határidőt szabtunk a házi feladat elvégzésére. Ezt a határidőt egyébként a krétában is meg lehet tenni. Nagyon szépen látszik, hogy ott van a házikó, hogyha a kollégám házi feladatot adott fel. Soha nem lehet arra napra kérni a házi feladatot, tehát amit 20-án adok, az csak 21-ére kérhetem számon. Most több kollégám csinálta azt, hogy táblázatokat készített névsorral ellátva, és akkor abba írja a teljesített feladatokat. Ő maga is látja, hogy ki az, aki még elmaradt, ki az, akinek pedig már napra kész minden feladata. Most voltak olyan tanítványaink, akinél van otthon internet, viszont több gyerek van, egy laptop van, vagy egy tablet van, az iskola az ő rendelkezésükre. Nyilván korlátozott mennyiségben áll az iskolában rendelkezésre szabad tablet, de több tanítványunknak az iskola kölcsönzött erre az időre tablettet, azért, hogy ha már az internet elérhetőség megvan, akkor ő is ilyen módon tudjon csatlakozni hozzá, hiszen nagyon jó, hogyha az osztály tagjai tudnak egymással beszélgetni. Na most azért a kollégáimnak mindenképpen az a tapasztalata, hogy ez semmivel sem könnyebb, mint a napi oktatás. Gyakorlatilag reggel 7 órától 7:30-tól sokszor este 9 óráig érkeznek a gyerekek a szülők kérdései feléjük, hiszen ugye a szülők egy rendkívüli helyzetbe kerültek szintén. Tehát most őnekik nagyon meg kell segíteni a gyerekeket, egyrészt azért, hogy munkára fogja a gyereket és csinálja, másrészt a kérdéseket, amiket föltesz neki a gyerek, ha nem tud válaszolni, akkor ugye segíteni kell, hogy föltegye ezeket a kérdéseket a pedagógusnak. Nekem a mai nap során kell a munkaidő végéig beszámolni, hogy hogyan indult bennálunk a munkarend, ezért én arra kértem a kollégáimat, hogy pénteken délután 4 óráig néhány mondatban, 4-5 mondatban írják le, hogy mit tettek. Hát a munkájuk sajnos 4-5 mondatban nem fért bele, mert ennél sokkal nagyobb volt, viszont
pozitívak a tapasztalatok, tehát csinálják a gyerekek, segítik őket a szülők, és nem csak a normál általános iskolában indult meg ez a dolog, hanem ugyanígy a logopédus kollégánk is küldi a feladatokat, a fejlesztő pedagógus is küldi a feladatokat, sőt, még a zeneművészeti tanszakunkon is, tehát ott is zajlik a zongora, a fuvola, illetve a részfúvós tanszakon is az oktatás. Nyilván ebbe belefér zeneelmélet is, és belefér olyan, amikor próbálnak videócset beszélgetés sem keresztül oktatni. Úgyhogy mindenki fölvette igazából a ritmust, mindenki végzi nagyon-nagyon korrektül a feladatát. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. További jó munkát és jó egészséget kívánok önnek, valamint az iskola összes dolgozójának és a gyerekeknek egyaránt. Hát én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és azt is, hogy ilyen támogatást kaptam a Szárszó TV-től és a szárszói emberektől. Úgyhogy én is mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen!